A Szentkiralyi utca egyik bérházának harmadik emeletén egyedülálló kincseket találunk. Törzsök Károly szobrászművész lakásában járunk. 30 év óta gyűjti a különféle műtárgyakat. Fiatalabb korában sokat utazott a nagyvilágban, így szedte össze értékes gyűjteményét. Ez a hajó az 1900-as párizsi világkiállításon nyert első díjat. Firenzei márványból készült képintarzia. Kisgyermekek testéből kialakított Heródes arckép. Több mint 150 esztendős ez a madárkalitka. Amit a következőkben látunk, az a világon egyedülálló. Íme az 1500 darabból álló japán szoba. Gazdag mesevilágot takar a napsugarak és a világ elől. Törzsök Károly gyűjteményét a Nemzeti és Iparművészeti Múzeum védetté nyilvánította. Ezzel ez a gyűjtemény is az ország féltett kincsévé vált.